Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? És hogyha ugyanígy halad tovább a világ, akkor vajon jobb világunk lesz, vagy rosszabb? Rosszabb. Magától nem oldódik meg. Magától nem oldódik meg. Semmi. Igen, tőlünk oldódik meg, nem? Tehát az emberektől oldódik meg, vagy oldódna meg. De ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Ez nálunk már egy kicsit közhely, de hát az újak számára még nem az. Tehát van egy bizonytalan világunk, főleg anyagi szempontból, ha megnézzük, de érzelmi szempontból is, hiszen érzelmi szempontból az emberek romlanak. Tehát romlanak, tehát úgy értve, hogy érzékenyebbek, és rosszabbul kezelik az élethelyzeteiket, mint valaha. Tehát rosszabbul kezelik az élethelyzeteiket, mint valaha. Tehát ebben a bizonytalan világban, nem tudom mennyire értesz egyet azzal, hogy hát mindenkinek szüksége van egy szabadságot nyújtó, elég jövedelmet eredményező, stabil jövedelemre, bevételre, de hát igazából azt csak üzlettel, saját üzlettel lehet elérni. De hát ugye a saját üzleteknek van problematikája. Például az, hogy a legtöbb saját üzlet, az azonnal vállalkozást kell indítani. Tehát, hogyha mondjuk egy üzlet indulhat úgy is, hogy mondjuk akkor nyitod meg az üzletedet, tehát magát a vállalkozást, hogyha már ugye olyan összegek vannak, vagy olyan bevételek vannak, vagy lennének, amit már érdemes kivenni, és érdemes hozzáférni. Tehát ugye az is fontos egy vállalkozásban, hogy mondjuk legyen rá nagy kereslet. És akkor nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Jó? Gyorsan. Hogy miért tesszük azt, amit csinálunk? Hát van egy nagyon érdekes fejlemény itt a világunkban, hogy megpróbálják szépen fokozatosan, vagy egyre gyorsabban elbutítani az embereket. Nem tudom, ezt mennyire tapasztaltátok. Már az iskolákban is csinálják. Tehát minden szinten már kisgyerekkortól kezdik az elbutítást. És itt nem a szülőkről beszélek, hogy a szülők butítják el a gyereküket, hanem már a szülőket is elbutítják. És ha a szülőket elbutítják, akkor nyilván hát az hatással lesz a gyerek értelmi képességeire is. Most nem a születésénél fogva mondom, hanem a későbbiek folyamán. Tehát ugye mi csinálja ezt az elbutítást a világunkban? Hát a média. Tehát a média az elég régen foglalkozik azzal, hogy ne a valóságot tálalja az emberek elé, hanem a valóságnak valamilyen elferdített változatát. Tehát nem azt mondom, hogy egy az egyben úgy hazugság, ahogy ők mondják, hanem valamilyen szintű elferdített változata annak az igazságnak, annak a valóságnak, amit a média tálal. Hiszen a média guruk szerint a jó hír az nem hír, a rossz hír az a hír. Mert a rossz hírre az emberek jobban felfigyelnek sokkal, mint a jó hírekre.
és nagyon érdekes ugye ezzel kapcsolatban az ember működése, mert az ember úgy működik, most itt a jó hír, rossz hír, tehát hogy az ember jobban fölfigyel a rossz hírekre, mint a jó hírekre. Van egy másik ilyen nagyon érdekes, mondhatjuk kicsit gyarló működés, hát az, hogy a félelem az jobban motiválja az embereket, mint a motiváció. Tehát a félelemre, tehát hogyha van egy félelemkeltés, arra az emberek ugye többet hajlandók tenni, mondjuk a félelem ellen, mint mondjuk a motiválás. Tehát a motiválással nem tudod úgy aktivizálni az embereket, mint a érdekes módon a félelemkeltéssel. Tehát például egy, mit tudom én mondjuk, ha az embereknek azt mondják, hogy mit tudom én, rosszabb lesz az életszínvonaluk, arra, tehát az ellen többet akarnak tenni, mint azt mondják nekik, hogy javíts az életszínvonalodon. Nem tudom, így világos-e. Csak egy példaként mondtam. Tehát az embereket, ugye, tehát mondjuk azt, mondhatjuk azt, hogy az emberek azok inkább félelem motiváltak, mint mondjuk motiváltak. Tehát ez azért érdekes tudni, mert ugye ez miért van így, miért alakult ki így, mert az emberek már olyan hangulatban vannak, hogy a félelmük az közelebb áll a hangulatukhoz sokkal, mint mondjuk a lelkesedésükhöz. Tehát a hangulatuk. Tehát ugye a lelkes, tehát a motiválás az lelkesít, de olyan szinten messze vannak hangulatban a lelkesedéstől, hogy az embereket nagyon nehéz lelkesíteni. Na most ezáltal az emberek, mivel olyan hangulatban vannak, ezáltal sokkal könnyebb félelemmel motiválni. Hát most gondold végig, hogy nagyon jó példa volt az elmúlt évek, hogy mennyi félelemkeltés volt, és az emberek a félelemkeltés miatt megtettek olyan dolgokat, tehát hogyha motiválták volna az embereket arra, hogy oltsák be magukat, akkor nem oltották volna be magukat. Mivel félelemkeltést csináltak, avval, hogy miért oltassák be magukat, ezért ugye a lakosság egy jó része itt Európában beoltatta magát. Még olyan helyeken is, ahol semmilyen kötelezettség nem volt. Mint például Svédországban, az oltásra az ég adta világon semmilyen kötelezettség nem volt, és mégis a lakosság egy jó nagy százaléka, nem tudok ezzel kapcsolatban pontos adatokat, de azt tudom, hogy sokan beoltatták magukat. A félelem miatt, így van. Tehát ez azt jelenti, hogy egy jó hangulatú ember az motiválható, egy rossz hangulatú ember az nem motiválható, mert olyan messze áll a lelkesedéstől a hangulata, hogy egyszerűen oda sose jut el. Hát és megnézed az emberek jó részét, képtelenek lelkesedni. De nem, hogy lelkesedni képtelenek, ahhoz, hogy jókedvűek legyenek, ami ugye egy alacsonyabb hangulati szint, mint a lelkesedés, de ahhoz, hogy jókedvűek legyenek, ahhoz is sok embernek hát valami olyan szert kell magához vennie, ami feloldja a gátlásait. Tehát
az azt jelenti, hogy mit tudom én, alkoholhoz fordul, hogy oldja a gátlásait, vagy egyéb szerhez fordul, ami ilyen gátlásoldó. Tehát az azt jelenti, hogy szépen az évtizedek során fokozatosan, vagy talán egyre gyorsulóan elérték azt, hogy az emberek azok ne motiválhatók legyenek, mert most képzeld el, ha egy ember motiválható, akkor az életének az irányítását a saját kezébe tudja venni, és ha egy ember az életének az irányítását a saját kezébe veszi, akkor nincs szüksége arra, hogy őt irányítsák. Sőt, tiltakozik a közvetlen irányítás ellen. Na most ma a társadalom jó része itt Európában, az emberek jó része, az elvárja szinte, hogy irányítsák, ha jobban megnézed. Tehát szó szerint elvárja, és semmit nem tesz azért, vagy az ellen, hogy, illetve azért, hogy közvetlenül ne irányítsák. Hát ha megnézed az emberek jó részét, jó része úgy éli az életét, hogy közvetlen irányítás alatt áll. És a közvetlen irányítás az jelenleg a munkáltató. Oké? Tehát a munkáltató az közvetlen irányítás gyakorol az alkalmazottai felett, és mivel a lakosság nagy része alkalmazott, ezért ugye közvetlen irányításban van. Na most, de ez egy kicsit fura, miért? Mert ez mintha azt bizonyítaná, tehát hogyha egy embert irányítani kell, akkor az azt bizonyítja, hogy mintha nem lenne elég sütnivalója. Mert ha egy embernek van elég sütnivalója, akkor nem kell irányítani. Tehát hogyha elég eszes, akkor nem kell irányítani. Na most ez egyébként nagyon érdekes dolog, mert az eszesség az többféle dolog következménye. És a butulás az szintén többféle dolog következménye. Tehát ha azt akarják, hogy az emberek elbutuljanak, akkor el kell érni náluk, az embereknél azt, hogy ne legyen igaz, ne legyenek jó hangulatúak. Tehát el kell náluk érni. És minél kevésbé jó hangulatú egy ember, annál képtelenebb a logikus gondolkodásra. Tehát amikor az ember cselekszik, kétféle módon tud cselekedni, úgy, hogy logikus döntéseket hoz, logikusan cselekszik, tehát magát a logikus döntést és logikus cselekvést megelőzi egy gondolkodás. Ha hideg van, valakinek szóljon. Most már így elég egyébként. Elég? Jó, akkor ezt lekapcsoljuk. Tehát a logikus gondolkodás, az tehát a jó hangulat következménye. Tehát egy jó hangulatú ember azért tud logikusan gondolkodni, csak hogy világos legyen, hogyha romlik az embernek a hangulata, tehát mindjárt kiderül, hogy a logikus az miért nem tud gondolkodni, vagy miért tud gondolkodni, tehát a jó hangulatú az miért tud logikus lenni és gondolkodni. Tehát ahogy romlik az embernek a hangulata, a figyelme az úgy megy el. Mit jelent, hogy elmegy?
egy rossz hangulatú embernek a figyelme az két dologra tevődik. A múlt negatív érzéseire és a várható negatív jövőre. És minél rosszabb egy embernek a hangulata, annál inkább működik, működik úgy az ember, hogy a figyelme az a múlt negatív dolgaira irányul, és a figyelmének egy másik része pedig egy negatív jövőképet ábrázol, és arra irányul. Na most, egy jó hangulatú ember az pedig nem így működik. Azaz a jó hangulatú ember az nem foglalkozik a negatív múlttal, tehát ezáltal a figyelme nincs a negatív múlton, és nem gondol negatívan a jövőre. Tehát nincs negatív jövőképe, ezáltal a figyelme a jelenben tud lenni. Ha egy embernek a figyelme a jelenben van, erre pedig csak a jó hangulatú ember képes, akkor a valószínűsége annak, hogy őt betegség érje, sokkal kisebb. A valószínűsége annak, hogy őt baleset érje, sokkal kisebb. A valószínűsége annak, hogy rossz döntést hozzon, és ezáltal mondjuk családi problémája legyen, sokkal kisebb. A valószínűsége annak, hogy anyagi problémája legyen, az anyagi probléma is rossz döntések következménye, sokkal kisebb. És minél jobb állapotú, hangulatú egy ember, annál inkább kisebb ez a valószínűség, minél rosszabb hangulatú egy ember, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy betegség éri, baleset éri, családi problémája lesz, anyagi problémája lesz, ugye a család és anyagi probléma a rossz döntései miatt. A betegség és a baleset az mindig egy olyan jellegű jelzés, ami arra utal, hogy az illetőnek mit kellene másként tennie az életben. Tehát az azt jelenti, hogy egy rossz állapotú ember, az mivel a figyelme valahol a jövő vagy a jövő vagy a múlt negatív dolgain van, ezáltal ugye nem fog helyes cselekedeteket, helyes tetteket végezni a jelenben. Az azt jelenti, hogy ide tartozik a nem cselekvés is. Akkor nézzük meg, hogy még mit hoz a jó hangulat és rossz hangulat különbség. Egy rossz hangulatú embernek sokkal kevesebb az energiája. Egy jó hangulatú, tehát minél jobb hangulatú egy ember, annál több az energiája. Tehát ahhoz, hogy az ember eredményeket hozzon létre az életében, ahhoz nem úgy kell működni, hogy jaj, de fáradt vagyok, hanem úgy kell működni, hogy alig várom, hogy megtegyem azt, amit meg kell tenni. Érted? Tehát lényeges különbség van, és minél jobb hangulatú egy ember, annál több energiával rendelkezik. Tehát akármilyen hihetetlen, egy jobb hangulatú embernek kevesebb alvásra van szüksége, mint egy rossz hangulatú embernek.
Tehát ő amiatt, hogy kevesebb energiára, vagyis kevesebb alvásra van szüksége, több ideje van. Mert ugye egyes emberek, akik nem rendelkeznek elég energiával, mert nem túl jó hangulatúak, sokat kell pihenniük, ezáltal ugye kevés az idejük. Mire? Hát a cselekvésre. Tehát ugye a nap mindenkinek 24 óra, de nem mindegy, hogy a 24 órából mennyit töltünk el aktívan, cselekvésként, cselekvő emberként. Vagy szükség van arra, hogy az ember pihenjen, és mondok példát, jó? Az én korosztályom tökéletesen meggyőződött arról, hogy régebben az embereknek sokkal, de sokkal több energiájuk volt. Hogyan győződtek meg? Ami azt jelenti, hogy alig volt szükségük a pihenésre. Ma az átlag embernek óriási szüksége van a pihenésre. A legtöbb ember, a mai ember közül képtelen arra, hogy mondjuk 8 órát végig dolgozzon. Tehát nekik szünetet kell tartaniuk munka közben, mert képtelenek arra, hogy annyit dolgozzanak. Régen az emberek mondjuk 16 órából mondjuk 14 órát dolgoztak. Érted? És most egy, tehát hogy összehasonlításként egy mai ember, ha 14 órát kellene dolgoznia, belehalna. Érted? Szó szerint egyszerűen nem bírná. Tehát azért bírták sokkal jobban az emberek régebben, mert sokkal több energiájuk volt. Miért volt sokkal több energiájuk? Mert sokkal jobb hangulatúak voltak. Tehát ahogy elvették a jó hangulatukat az embereknek szándékosan, úgy fogyott el az energiájuk. Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Na most akkor még milyen különbségek vannak a kettő között? Tehát nyilván, hogyha az embernek egyre kevesebb a figyelme, mert egyre rosszabb a hangulata, akkor ugye egyre több rossz döntést hoz, tehát egy rossz állapotú, rossz hangulatú ember sokkal több problémát okoz magának és a környezetének. Minél jobb hangulatú egy ember, annál kevesebb problémát okoz magának és a környezetében lévő embereknek. Egy jó hangulatú ember az nem teher a környezetének, egy rossz hangulatú ember pedig akár komoly tehertétel a környezetének. Akkor arról nem is beszélve, hogy egy rossz hangulatú ember elzárja magát attól a lehetőségtől, ami egy jó állapotú, jó hangulatú embernek adott. Ezt tudod micsoda? Az, hogy vegye a nem kézzel fogható üzeneteket. Kétféle nem kézzel fogható üzenet vehető, az egyik közvetlenül a lelkünktől, a másik pedig egy olyan fajta működés, hogy közvetlenül a teremtőtől kapja az ember az információt, a saját teremtőjétől természetesen. Na most ez úgy működik, hogy egy jó hangulatú embernél ez a kapcsolat bármikor bekapcsolható, egy rossz hangulatú ember soha nem tudja bekapcsolni ezt a kapcsolatot. Egy kevésbé rossz hangulatú embernél pedig ez a kapcsolat szakadozik. Tehát az azt jelenti,
hogy a rossz hangulatú emberek egy óriási dolgot nem tudnak igénybe venni, azt, hogy akkor elmondom, hogy mit, jó? Tehát az ember úgy működik, hogy vállalt a leszületése előtt egy feladatot, jó? Ez a feladat, ez az életére vonatkozik, tehát az életére, tehát minden ember vállalt egy nagyon nagy feladatot az élete végéig, oké? És mielőtt leszületett, jó? Most a részletekben nem megyek bele, hogy mi történt leszületés előtt, ha ez érdekel, nézd meg más előadásaimat, jó? Itt a díjmentesben erről sok előadásom van. Szóval vállal egy ilyet mindenki mielőtt leszületik, és ez a vállalás, ez támogatva van a teremtő, illetve mondhatjuk azt, hogy a fentiek részéről, mert veled nem csak a teremtő van, a teremtőd van kapcsolatban, hanem még angyal is van kapcsolatban, tehát az angyal itt a földön van veled kapcsolatban, a teremtőd pedig nincs a földön, és mégis képes a mentális kapcsolatra. Na most ezt tovább nézzük, akkor tehát ez a két entitás, az angyal és a teremtőd tudja, hogy neked mi az élet, vállalt életküldetésed, és próbálnak ugye az angyal arra terelni, mindenkinek a saját angyala arra terelni fizikailag. Hogy tud arra terelni fizikailag? Problémákon keresztül, oké? Tehát hogyha nem jó úton vagy, akkor kapsz egy jelzést probléma képében, oké? Amiből ki lehetne deríteni, hogy mit kellene másként csinálni az életedben, és nem csak ki lehetne, hanem ugye egy hozzáértő, mint például én, ki is tudjuk deríteni. Szóval lényeg az, hogy az angyalot terelget, a teremtőt pedig küldi az üzenetet, az azt jelenti, hogy benned van egy lélek, minden emberben van egy lélek, amely halhatatlan és öröklétű, és ez egy értelmes energialény, tehát mondhatjuk azt, hogy te a tested vagy, de mondhatjuk azt is, hogy te a lelked vagy. Szóval ez a lélek, a benned lévő lelked, az online kapcsolatban van, képzeld, ezt el kellett volna magyarázni 40 évvel ezelőtt az embereknek, hogy mi az, hogy online kapcsolat. Hát most könnyű elmagyarázni, hiszen mindenkinek van telefonja, és két telefon tud egymással úgy beszélgetni egymással, hogy nincsenek összeköttetésben, oké? Az internetről nem is beszélve. Szóval a teremtőd online kapcsolatban van a lelkeddel, és bármi megoldandó van az életedben, a lelked, ha nem tud információt ezzel kapcsolatban, akkor megkapja az információt a teremtőtől. Annyit azért érdemes tudni, hogy a lelked az soha nem felejt el semmit, oké? Akkor hogy lehet, hogy mégis tudás nélkül jött ide le a lelked ebbe a testbe? Hát nagyon egyszerű,
úgy, hogy előtte kitörölték, elmentették az összes tudást, amivel lelked rendelkezett. De ez most részletkérdés. Szóval a lelked az online kapcsolatban van a teremtőddel, és a teremtőd küldi az információt ahhoz, hogy bármit, ami probléma, a probléma jelentkezik előtted, azt megold. Tehát a lelked az értesül erről a dologról. Oké? Na most itt egy kérdés van, milyen hangulatú az illető, hogy veszi ezt az üzenetet a lelkétől vagy sem. Ez a kérdés. Ha nem jó hangulatú, képtelen arra, hogy vegyen. Tehát amikor egy rossz hangulatú ember azt mondja magáról, hogy ő kapcsolatban áll egy entitással, akkor jó, ha tudod, hogy az nem a teremtője, hanem egy negatív entitás. Jó? Csak hogy tisztázzuk ezt a dolgot. Tisztába kerüljön ez a dolog. Jó? Tehát, ha valaki jó hangulatú, és vevő az információra adott pillanatban, akkor már is a lelkén keresztül hozzájut az információhoz. Oké? Ha később lesz vevő az információra, akkor később a lelke megsúgja azt, hogy mit kellene tenni adott helyzetben. Világos ez? Mivel a lélek már rendelkezik azzal a tudással, amit megkapott a teremtőtől. Jó? Tehát, most képzeld el, ez úgy működik tehát, hogy az információt azt vagy, tehát úgy működik, hogy a jön az információ a teremtőtől, a lélek pedig súg, de hiába súg, ha az egyén nem vevő rá. Vagy miért nem vevő rá? Mert a vevője nem működik, mivel alacsony hangulatú. A másik eset, hogy jobb hangulatú az illető, de nem hallgat a súgásra. Világos ez? Tehát egyszerűen nem hallgat a sugásra, hanem valami másra hallgat, mondjuk egy másik emberre, vagy éppen az egójára hallgat. Oké? Na most, az ember viszont olyan, hogy ha tudja kordába tartani a saját egóját, sőt, képes arra, hogy ne hallgasson emberekre. Oké? Mert ezzel kapcsolatban mondok egy fontos információt. Ami neked jó az életedben, az elsősorban a világban, itt a Földön, az emberek között neked az érdeked, és nem másnak. Világos voltam. Tehát ezt megismételjem, ezt a mondatot? Jó? Tehát, ami neked jó az életedben, az elsősorban ezen a bolygón az összes ember közül, beleértve magadat is, neked az érdeked, nem másnak. Ezáltal más tanácsait eléggé feltételesen kell elfogadni. De itt megint az a kérdés, hogy tudsz-e avval kapcsolatban információt kapni a lelkettől vagy a teremtőtől, hogy vajon arra az emberre kell-e hallgatni vagy sem. Jó? Tehát most nem
érdekes dolgot mondtam ezzel kapcsolatban, ami lehet, hogy furcsán veszitek, de ez így működik, hogy a bolygón, mondom még egyszer, a bolygón él 8 milliárd ember. Ami neked az érdeked, az elsősorban a 8 milliárd ember közül neked az érdeked. Nem tudom, világos-e. Mivel most én nem gyerekekről beszélek, hanem felnőttekről. Mivel felnőtt vagy. Érted? Mert egy gyerek helyett még a szülei hozzák a döntéseket. Világos ez? De egy felnőtt már saját maga hozza a döntéseit. Tehát ezáltal kellő határozottnak kell lenni egy embernek avval kapcsolatban, hogy ne csak az egójának a buta tanácsait fogadja el, illetve ne fogadja el, hanem más ember buta tanácsait ne fogadja el. Világos ez? Tehát ha egy ember jó állapotú, akkor képes például arra, hogy mérlegeljen. Egy rossz állapotú ember sosem mérlegel. Hát akkor mit csinál egy rossz állapotú ember? Úgy működik, hogyha van egy választó vonal a hangulatban, a fölött, a választó vonal fölött az ember képes a tudatosságra, az alatt képtelen és az érzelmeire hallgat. De sok tudatlan ember azt gondolja, hogy az ő érzelmei azok nem csalnak. Na most, amikor az ember a jelenben hasonlóképpen cselekszik, vagy ugyanúgy, mint tehát egy negatív jelenben, ugyanúgy cselekszik, mint egy negatív múltban, akkor nekem senki nem mondja azt, hogy neki jók az érzései. Jó? Ugyanis egy jelen soha nem azonos egy múlttal. Főleg nem egy ember életében. Mert mondjuk egy nyuszi életében lehet, hogy azonos, mert neki tök mindegy, hogy egy róka támadja meg, vagy egy kutya, ugyanúgy kell reagálnia. Oké? Pedig az két különböző állat vagy. De az embernél, hát ez nem így kellene, hogy működjön, hogy adott helyzetben, ami csak hasonlít valamilyen szinten egy múltbéli negatív dologhoz, az ember, aki az érzéseire támaszkodik, tökéletesen úgy cselekszik, mint ahogy a múltban cselekedett. Tehát az ember rá lett véve arra, akit rá lehetett venni. Kit lehetett rá venni? Minden alkalmazottan. Jó? Rá lehetett venni arra, hogy romoljon a hangulata. Tehát ha én visszaemlékszem még az alkalmazotti létemre, mikor voltam utoljára alkalmazott? 93-ban, azóta nem. És 80-tól voltam alkalmazott, 93-ig. Akkor ugye visszanézem az én alkalmazotti létemet, az még sokkal jobb volt, mint a mostani emberek alkalmazotti léte. Sokkal jobb. Nem azért, mert fiatalabb voltam. Nem azért, nem azért. Azt most mellékvágányra rakom. Hanem azért, mert nem volt akkora elvárás, érted? Akkora követelmény. Tehát még azt is meg tudtam tenni, hogy a munkahelyemen aludjak, érted? Pedig autószerelőként dolgoztam, gondold végig. Nem, nem.
Mert így van, mert hajnalban feküdtem le, és azért annyira nem bírtam a gyűrődést. Tehát aludtam vagy egy órát, és az úgy kevés volt. És ugye fizikai munkát kellett végezni. Jó? Tehát lényeg az, hogy és az emberek sokkal jobb állapotúak voltak, beleértve a főnökeket is. Tehát mondhatjuk azt, hogy sokkal megértőbbek voltak az emberek. Tehát egy jobb állapotú ember, az megértőbb. Minél jobb állapotú, annál megértőbb. Tehát velem nem fordult elő olyan, hogy mondjuk ezzel a 13 év alatt, hogy egy főnök kiabáljon velem. Oké? Most meg azért hallani, hogy a főnökök kiabálnak a beosztatjaikkal. Talán nem kiabáltak. Pedig nem hagytam magam. Ez azért hozzáfűzném. Akkor sem. Okot nem adtam rá, csak nem hagytam magam. Tehát én világéletemben kiálltam az igazság mellett. És ha igazságtalanság történt, akkor én ezt sose hagytam szó nélkül. Még akkor se a valamelyik társammal történt igazságtalanság. Oké? De mégse kiabáltak velem a főnökök. Szóval a lényeg az, hogy van egy ilyen elbutulás. És akkor ennek alapján megkérdezném, hogy mit gondolsz ebben a kapcsolatban? Hogy fogják az emberek önmaguk egyedül ezt a kérdést megoldani, hogy továbbra is elbutuljanak? Tehát van ebben kapcsolatban egy nagyon fontos információ. Tehát az ember egy túlélésre berendezkedett lény. Ami azt jelenti, hogy a csótány után körülbelül egy szinten vagyunk a patkány túlélési képességeivel. Oké? Nem rossz. Nem rossz, persze. Na most. Ez azt jelenti, hogy gondold végig, az ember túlélési képessége tehát igen-igen nagy. De most mit akartam ebből kihozni? Ja, igen. Igen, hogy egyedül hogyan tud az ember kijönni. És gondold végig, hogy ez a túlélési képesség, ez a kiváló túlélési képesség, ez eredményezi a kiváló alkalmazkodási képességet. Tehát egy élőlény akkor ér túl, ha kiváló az alkalmazkodási képessége. Márpedig ezeknek az élőlényeknek, ezt a három élőlényről beszéltem, kiválóak az alkalmazkodási képességei. Tehát az embernek is. De az alkalmazkodási képességnek a része az, hogy alkalmazkodsz a környezetedhez. És ha a környezeted negatív, akkor ahhoz alkalmazkodsz. És tudod, mit jelent az alkalmazkodás? Hogy olyanná válsz, mint a többiek. Ezt jelenti. Érted? Az alkalmazkodás azt jelenti, hogy alkalmazkodunk ahhoz a helyzetben, a helyzethez, amiben vagyunk, ahhoz a körülményekhez, amilyen vagyunk, és olyanná válunk, mint amit abban a környezetben lenni kell. Érted? Csak úgy tisztázzuk ezt a dolgot. Ezért van az, hogy az ember, hogyha olyan környezetben van, ahol mondjuk negatív emberek veszik körül, akkor szépen előbb-utóbb az a pozitív ember, aki bekerült egy negatív környezetbe, az negatívvá válik. De fordítva is ugyanúgy igaz.
Ha egy negatív ember bekerül egy teljesen pozitív környezetbe, előbb-utóbb pozitívvá válik, mert alkalmazkodik a környezetéhez. Világos ez? És csak hogy tud, mivel ilyen alkalmazkodó lények vagyunk, ezért minden ember olyan, amilyen a környezete. Világos ez? Tehát nem véletlen az a mondás, hogy madarat tolláról ember barátjáról ismerni meg. Egyáltalán nem véletlen ez a mondás. Mert alkalmazkodunk. És ha valakinek a környezete olyan, ami megakadályozza azt, hogy ő jól működjön az életben, mert a környezetében lévő emberek sem jól működnek az életben, akkor az adott illető sem fog jól működni az életében. Mondok példát, jó? Láttam olyan embert, aki elment, ilyen 40 év körül, 40 éves, 41 pár évesen. Elment időseket gondozni. Nem láttam 3 hónapig, 3 hónap múlva már öregebb volt jóval. Érted? Tehát 3 hónap alatt láthatóan megöregedett. Kezdett hozzáöregedni az öregekhez. Oké? Tehát, de természetesen a hangulatán is ez látszott. Szóval, ez csak egy példa volt, de számos példát tudnék neked mondani. Tehát az ember az egy kiválóan alkalmazkodó lény. És ugye itt 2 dolog van. Az, hogy minél több, minél jobb hangulatú egy ember, ugye tudjuk azt, hogy annál több az energiája. Hogy van-e elég energiája arra, hogy változtasson? Ez a kérdés. Tehát, hogy változtasson annak érdekében, hogy eltávolodjon attól a környezettől, amely lehúzza őt. Tehát minden ember olyan hangulatú, amilyen emberek veszik körül. Világos ez? Tehát az emberek befolyásolják leginkább az embereket. És az emberek hangulatát. Hát ezt nézd meg. Hát az emberek érték el, hogy a tömegek beoltassák magukat. Nem az állatok érték el, nem a vírus érte el, hanem az emberek érték el, hogy az emberek beoltassák magukat. Mondom, nem a vírus érte el, hogy beoltassák magukat az emberek, hanem az emberek érték el. Tehát az emberek hatással vannak az emberekre. És minél rosszabb hangulatú egy ember, ez a hatás annál nagyobb. Minél jobb hangulatú egy ember, annál kisebb a hatás. Oké? Arra az adott személyre, aki jó állapotú. Tehát, ugye mi a megoldás? Ha az ember azt akarja, hogy az élet az jól működjön, és ne úgy, mint ahogy elmondtam, hogy a rossz állapotú emberek hogyan működnek. Hát az a megoldás, hogy az ember környezetet változtat. De félreértik az emberek a környezetet. Ez nem azt jelenti, hogy lakóhely. Nem. A környezetváltozás azok az emberek, akikkel kommunikálsz. Az a környezetváltozás. Oké? Tehát elkezdesz nem kommunikálni azokkal az emberekkel, akik lehúznak téged. Oké? És elkezdesz olyan emberekkel kommunikálni, akik felemelnek téged. Érted? Itt van egy olyan környezet, amit létrehoztam, tőlem indult ki,
ahol felemeljük az embereket. Minél többet vagy ebben a környezetben, annál jobb és jobb állapotú leszel, és ahogy emelkedik a hangulatod, úgy fog javulni az életed. Sehol máshol ezt nem tudod megcsinálni. Sehol. Tehát el kellene gondolkodnod, hogy milyen jövőt akarsz saját magadnak. És ha az emberek maradnak abban a környezetben, amiben vannak, akkor egy jottányit, egy picit se fognak fejlődni. Oké? Egy picit se. Tehát akkor mi a megoldás? Ugye az a megoldás, hogy az ember bekerül egy felemelő környezetbe, olyan emberekbe, akik felemelik őt, emberekhez, akik felemelik őt, és utána, mikor megemelkedett a hangulata, akkor egyesével lenyúl az emberekhez, és elkezd őket felemelni. Oké? Nem egyszerre az összeset, mert akkor visszahúznak arra a szintre, ahol vagy, voltál. Világos ez? És akkor egyesével szépen fel lehet őket húzni, fel lehet emelni. De úgy természetesen, hogy nekik is be kell kerülni egy felemelő környezetbe. Oké? Abba a felemelő környezetbe, amiben te belekerültél. No hát mi ezzel foglalkozunk, hogy felemeljük az embereket. Ennek része az, hogy tudást adunk az embereknek. Van 25 nagy témánk. Ez a 25 nagy téma itt látható, etika, coach, eredményes tanuló, tanulás, coach. Ezek több hónapos képzések. Önismeret, coach, vérmérséklet, coach, hangulatjavító coach, személyiségfejlető coach. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, egyébként képzés, coach képzés. Önbizalom, elnyomás feloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, párkapcsolat, gyermeknevelés, egészségteremtő, boldogságteremtő, célmegvalósító, kommunikációs, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, leszoktató coach, pénzteremtő coach, szervezetvezető coach, probléma megoldó, sikerteremtő, életszervező, marketing, konfliktusfeloldó. Jó, tehát ez 25 nagy téma, ez 9 évnyi tudás. 9 évnyi. Néztem, 3 éve kezdtük az etikát. És még sehol nem tartunk, tehát úgy érte, hogy még a képzések java hátra van. Nagyon nagy java. Jó? Na akkor nézzük tovább, hogy mi kell még ahhoz, hogy az ember változzon, jobbá váljon, felemelkedjen. Hát kell egy rendszeresség. Tehát rendszeresen kell, hogy az ember abban a közösségben legyen, amely felemeli őt. Hát a rendszeresség nálunk az úgy van biztosítva, hogy minden héten 2-szer várjuk szeretettel az embereket, találkozunk, ezt úgy hívják, hogy heti találkozó, heti 2-szer. Minden szerdán és minden vasárnap. Szerdán ugye már olyan 5 órától szoktunk találkozni, egészen együtt szoktunk lenni olyan 11-ig. Max 11-ig, akkor vasárnaponként ugye már várjuk az embereket olyan 3-4 környékén, és akkor együtt tudunk lenni, szintén olyan akár 11-ig. És a képzések azok ugye úgy kezdődnek, hogy szerdán 6 órától, 9:45-ig.
vasárnap pedig 5:30-tól 8:45-ig. De mégis mondom, együtt vagyunk. Akkor van nekünk egy szemináriumunk, ami a legfontosabb rendezvényünk. Minden hónapban egyszer, előre meghatározott időrendben, már a jövő évi időpontokat is tudjuk. És ott ugye a képzés az 11-től 6-ig van, de már találkozunk 9:30-tól, és együtt vagyunk olyan 8-ig, este 8-ig. Tehát így biztosítjuk az embereket arról, hogy ki tudjanak szakadni abból a környezetből, amiben vannak, és fejlődhessenek. Akkor mit érdemes még ezzel kapcsolatban tudni? Úgy vannak kialakítva az áraink, hogy a legkedvezőbb feltételeket biztosítunk arra, hogy az emberek tanulni tudjanak. Az azt jelenti, hogy mindjárt mutatom, a havi képzéseink ára az 19.700 forint akciósan az első hónap, az értéke 200.000 forint, a második hónaptól pedig 12.500 forint, aminek szintén az értéke 200.000 forint, tehát a piaci értéke. A képzések 30 órák havonta, és igénybe lehet venni személyesen a helyszínen, ha nem tud eljönni az ember, akkor élőben az interneten keresztül, de ugye jó, ha az élőben interneten keresztül veszi az ember igénybe, mert akkor egy szokássá tudja tenni. Azzal szemben, mintha valaki utólag nézi vagy hallgatja meg a felvételt, mert akkor nem tudja szokássá tenni a tanulást. És hát ugye van még egy fontos dolog, hogy nem elég, hogy az ember fejlődik. Ugye arról beszéltem az imént pár mondatban, hogy lenyúlsz egy ismerősödhöz és felemeled. És ha ilyeneket csinálsz majd, de hát idegent is lehet ebbe ilyet csinálni, az idegennel is. Ha ilyet csinálsz, akkor a következő lesz, akkor amint elkezdesz szervezni, elkezdesz létrehozni egy saját PPA üzletet. És a saját PPA üzlet akkor nyilvánul meg, mikor erre vállalkozást vagy céget indítasz. És az annyit jelent, hogy a szervezésért kapsz egy jutalékot, ami az első hónapban ugye magasabb, mert magasabb a tandíj. A második hónapban ugye alacsonyabb, és mindig a tandíjból van számolva. Ez a közvetlen szervezési jutalék, ami minimum 25% és maximum 77,6%. De ugye lehetőséged van arra is, hogy a minden tandíj befizetésből, amit az általad hozott tanuló fizet, ugye te kapjad a jutalékot. Tehát egyszer szervezed, és hogyha te is úgy leszel, mint én, hogy évekig, évtizedekig tudsz részesedni egyes emberek tandíjából, akkor ezt úgy hívják, hogy passzív jövedelem. És még egy nagyon fontos dolog van ezzel kapcsolatban, hogy nem csak azután tudsz részesedni. Amit te dolgoztál közvetlenül, tehát magyarul te hoztál embereket, hanem azután is tudsz részesedni, akiket ugyan nem te hoztál, de a te csoportodban vannak. Ugyanis azok is a te csoportodban
jönnek tanulóként, akiket nem te szerveztél, hanem olyan emberek, akik időrendben előtte csatlakoztak a rendszerünkhöz. Tehát időrendben előtte. Tehát mindenki, aki időrendben előtte csatlakozott, az alád teszi az embereket, abban a csoportban természetesen. Jó? Ugye vannak olyan csoportok, amelyik már, mit tudom én, 4, 5, 6, 7, 8, vagy akár még régebben lettek elindítva. És akkor gondold végig, hogy azóta hány ember kerülhetett bele. Jelenleg ugye, akik benne vannak a rendszerünkben, az kb. 50 ezer ember. Szóval ezáltal az ember plusz passzív jövedelmet tud keresni, és nagyobb összegben, mint a saját szervezései után. És akkor így 6, 7 vagy akár 8 vagy még nagyobb számjegyű passzív jövedelmet tudsz elérni, nyilván nem egyik hónaptól a hónapról a másikra, hanem nyilván minél nagyobb jövedelem, annál ugye hosszabb időtartam, mert annál nagyobb a befektetett tevékenység. Jó, tehát ez egy üzleti lehetőség is egyben, tehát nem csak arról szól a történet, hogy létre kell hozni egy jobb jövőt, hanem arról is szól a történet, hogy anyagi szempontból meg tudod oldani az életedet, ráadásul egy olyan üzlettel, ami örökölhető. Jó? Tehát örökölhető. Nemrég is volt egy olyan esetünk, hogy meghalt egy illető, és akkor kérdezték, hogy át lehet-e venni. Hát mondom, persze, hát a közvetlen hozzátartozó persze átveheti. Jó, de érdemes előre ezeket megnevezni, hogy ki legyen az örökös. Jó? Az üzletedre. Ha netántán ilyen helyzet van. Jó, tehát itt egy olyan tevékenységet végzünk, gondold végig, ahol létrehozhatunk egy új korszakot. Egy új korszakot. Ilyen a történetben nem volt, hogy emberek létrehozzanak egy új korszakot. A korszak úgy kialakult, érted? Mit tudom én, volt egy őskor, nagy nehezen kialakult egy jókor, majd lett egy középkor, abból érted, úgy nagy nehezen, és akkor úgy minden úgy nagy nehezen kialakult. Itt a következő tizen akárhány évben létre lehet hozni egy új korszakot. És gondold végig, hogy te ezért jöttél le. Ha tudsz róla, ha nem. Több milliárd ember azért jött létre, vagy azért született itt le, hogy létrehozza ezt az új korszakot. Attól, hogy nem tudnak róla, ezért jöttek le. És akkor nekünk az a dolgunk, hogy tudjanak róla, hogy ők ezért vannak itt. Jó? És most alakul ki az, hogy kik lesznek a jövőben azok, akik majd tanítják az embereket, és élenjárók lesznek. Jó minták, jó példák lesznek mások számára. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 30 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!